A népesség megtartó erő növelése mellett az infrastruktúrális, gazdasági és kulturális fejlesztések megvalósítása és a versenyképesség erősítése is célja az új gazdasági övezetnek. Erről Budapesten tartottak munkaértekezletet az érintett települések képviselői. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy látható, szemmel látható nagyságú régió, fejlesztési régió jön létre ezáltal, hiszen ma már tudjuk azt, hogy nem csak városok versenyeznek egymással, hanem régiók elsősorban, és a régiókban rejlő lehetőségek, azok összesítve, hogyha ezekből a szinergiákat ki tudjuk nyerni, sokkal hatékonyabb és nagyobb eredményt tudnak majd biztosítani, elérni számunkra, mint akár az eddigiekben. Ehhez olyan stratégiai gondolkodás szükséges, amely a települések együttműködésére épít. Debrecen polgármestere hozzátette, a város az elmúlt években már számos olyan munkakapcsolatot alakított ki, amely az agglomerációjához tartozó települések fejlődését is segíti. Nyíregyházával 2 évvel ezelőtt kötöttek együttműködést, amely a régió gazdaságfejlesztési folyamatait erősíti és a térség népesség megtartó erejét növeli. Ezen minták alapján terjesztik ki a stratégiát 4 megyére és a határon túli településekre. Ez azért is fontos, mert az új Európai Uniós támogatási rendszerben az ilyen komplex programok sikeresebbek. Ha úthálózatot fejlesztünk, akkor nem egy autópályáról beszélünk, ami Budapestről Debrecenbe megy, hanem egy autópálya klaszterről, egy autópálya hálózatról beszélünk, ami elmegy abba az irányba, különböző leágazásai vannak, elmegy a határig. Ha a tömegközlekedésről, vasúti közlekedésről beszélünk, akkor nem egy vonatról beszélünk, ami egy városban, egy másik városban megy, hanem közben érint egy sor másik települést, ott be kell jönni olyan embereknek, ahol nincs vasútállomás. Ez is egy klasztert, egy együttműködést jelent. Ugyanez igaz egyébként a klímavédelmi kérdéseinknél, semmit nem ér az, ha Debrecenbe kevesebb széntüzelésű a kályhát működtetünk, és egyébként a környező falvakban ez van. Tehát amikor energetikai rendszerről, klímáról beszélünk, akkor megint egy sokkal nagyobb területet kell tekinteni. Ezek a fejlesztési projektek, ezek, mint ahogy egyébként most is nagyon nagy prioritással rendelkeznek, de ezek a következő időszakban még nagyobb prioritással bírnak. A célkitűzés szerint ugyanis Magyarország 2050-ig klímasemlegessé tehető. Ehhez azonban nem egy-egy városra kell koncentrálni, hanem nagyobb régiókra. Az oktatásban is jelentős fejlesztések mehetnek végbe az új stratégia szerint. Palkovics László kiemelte, bár Debrecen és Miskolc nincs messze egymástól, nem szerencsés, ha a két város egyeteme ugyanazzal a képzési kínálattal várja hallgatóit. Ezért Borsod, Szabolcs, Hajdú-Bihar, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye rendszer szintű fejlesztésére van szükség. A meglévő város és térség fejlesztési projektekre épülve elkészült a stratégia a térség felemelkedéséhez, amelyet a kormány el is fogadott.